Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét találkozunk. A múlt alkalommal Gedeon bácsiról kezdtem beszélni, most szeretném folytatni. Tehát tudjátok, hogy élt a Szent Földön, az ígéret földjén egy Gedeon nevű bácsi. Nagy családja volt, és hát ő nehéz időkben élt, mint a népe, lopkodós midianiták mindig kifosztották őket, éheztek sokan, a gyerekek, emberek, a szolgák, az állatok is nem tudták, hogy mit évők legyenek. Lehet, hogy nem nagyon imádkoztak, hogy az Úr segítsen nekik, de aztán végül sikerül, biztos imádkoztak. Nos, hát Gedeon ott élt a népe között, és hallotta, hogy mindenki panaszkodik, mindenki sír, zokog, hogy ma is betörtek a midianiták, ezt vittek el, azt vittek el, gyereket vittek el, asszonyt vittek el. Ó, szomorúak voltak az emberek. És Gedeon ennek a szomorú népnek, embereknek, akiknek könny volt a szemében, azt mondta, hogy ide figyelj, hallgassatok csak le. A rejtek helyen voltam, a búvó helyen. És képzeljétek el, hogy bekopogtatott hozzám Istennek egy különleges angyala. Egy angyal ragyogott a ruhája, a szeme, a haja, a keze, a szája, csodálatos volt. És valamit mondott neked, kérdezték az emberek, Gedeon, valamit mondott neked az angyal? Hó, hogy mit mondott? Valamit? Persze, mondott neked. Valami olyasmit, hogy szabadítsd meg népemet. Szabadítsd meg népemet a midianiták kezéből. Vegyétek fel a harcot a midianitákkal szemben. És hát amikor ezt hallották az emberek, egymás hűrébe súgták. Te, gyere, hallgass meg! Gyere, hallgass meg, mit mond Gedeon? Lesz itt harc. Megszabadulunk a lopós midianitáktól, Isten megszabadít minket. Hallod, Julcsa? Hallod? Mit mondott Gedeon? Már Julcsa mondta a szomszédasszonynak, és gyülekeztek az emberek Gedeon, mondja csak, Gedeon, mondja csak, mit mondott az angyal? És egyre több ember gyűlt Gedeonhoz. Azt mondták ezek az emberek, hogy Gedeon, ez nagyon csodálatos, amit mondasz. Mert hány éve, már hosszú éveken át tart ez a szörnyű állapot, hogy kifosztanak bennünket, kirabolnak bennünket, tönkretesznek bennünket ezek a midianiták. Sokan oda mentek hozzá. És akkor, hát ez a tömeg nagyon nagy volt, több ezer ember volt, végül is mindenki mondta a másiknak, hogy mit mondott Isten Gedeonnak, és jöttek, érdeklődve az emberek harcra készen, hogy ők készek küzdeni a midianiták ellen. Amikor ez a nagy tömeg odagyűlt, és készek lettek volna harcolni, akkor Isten üzent, valamit mondott Gedeonnak. És ez egy különös dolog, amit mondott Isten. Azt mondta Isten, Gedeon, ide figyelj! Ez a tömeg
Sok. Sok ez az ember. Sok. Menjenek haza. Menjenek haza. És hát sokan hazamentek. Ha már Gedeon azt mondta, hogy nincs rám szükség. Kissé meg is voltak sértődve. Elküldte őket Gedeon. És akkor még maradtak ott emberek, és akkor Gedeon levitte őket a vízhez. Meleg volt. Az emberek szomjasak voltak a nagy hőségben. És akkor rárohantak a vízre. Nem tudom, hogy ti átéltétek-e már azt a nagy-nagy szomjúságot. És hát tömegesen rohantak oda, ahol víz volt, hogy isznak, és aztán majd meglátják, hogy hogy is alakulnak a dolgok. És Isten azt mondta Gedeonnak, hogy ide figyelj, Gedeon, nem ez a nép fogja legyőzni a midianitákat, hanem én, az Isten. Én fogom legyőzni. Neked a harchoz ezért, mivel én űzöm ki a midianitákat, ezért nem kell a sok ember. Nehogy azt gondolják, hogy ez az ő sikerük, hogy ez az ő hadi sikerük. Küld őket, tedd, amit mondok. Figyelj csak meg, hogy hogy isznak az emberek. Hogyan isznak az emberek? Oda rohantak. Egyik ember úgy ivott, hogy nagyon nagy szomjúsággal oda rohant, és térdre esett. És térdre esve ivott a patakból. Isten azt mondta Gedeonnak, figyeljed, Gedeon, nagyon, hogy hogy isznak az emberek. Az egyik térdre esve ivott. A másik része pedig a kezével merített a vízből, és a tenyeréből ivott. A nyelvükkel ittak. És azt mondta Isten Gedeonnak, hogy nézd csak meg azokat az embereket, akik nem hullottak térdre, hanem a tenyerükből ittak, tenyerükkel merítettek vizet, és a nyelvükkel ittak. 300-an voltak. 300-an. És Isten azt mondta, Gedeon, figyelj csak, elég ez a 300 ember, hogy ezt a nagy Midiánt, a midianiták kűz úgy, hogy soha többé nem lesz kedvük betenni a lábukat a szentföldre, hogy lopjanak. Nem, nem fognak jönni. Mert hogy maga Isten fog harcolni. Milyen különös dolog ez, gyerekek. Amikor Isten harcol, Isten mellénk áll, Isten segít, és mindazokkal szemben, akik bántanak, csúfolnak, gúnyolnak, leköpnek, belénk rúgnak, hogy azokkal szemben megvéd minket Isten, és megszégyenülnek azok, akik bántanak minket. Tehát azt mondta Isten, hogy kezdődik a harc a midianiták ellen, de nem a nagy tömeggel, nem, bizony, nem a nagy tömeggel, hanem 300 emberrel. Ezeket vigyed a harcba. Mi történik? Hát az történik, hogy Gedeon előhívatta a lovakat, hogy hozzák elő, hozzanak elő lovakat, és most egyelőre csak 100 emberrel indul, majd aztán
a többi 200-at is bevonja a harcba, de 100 emberrel indul a csatába, hozzanak ide 100 lovat, vegyen mindenki a kezébe egy kürtöt, a másik kezébe pedig egy üres cserépkorsó kürtöt, egy üres cserépkorsót. Hát, és a fegyver? Hol a fegyver? Hát, nincs fegyver, nincs nyíl, nem lőnek se zsebből, se mellén zsebből, nem lőnek. Ők nem. Ők így mennek. Egy kürttel és egy korsóval. Na, hogy lehet legyőzni az embereket egy kürttel és egy cserépkorsóval? És mindegyiknek a kezébe volt korsó, és egy üres korsót adott a kezükbe, és a korsóban fáklya volt. Képzeljétek el, fáklya volt a korsóba. És akkor hát elindultak a harcba, és amikor már látták a szemükkel, hogy a hadsereg, a midianiták hadserege ott sátorokban van, ott alszanak, beszélgetnek egymással, és akkor hát látják, hogy milyen nagy ellenséggel van dolguk. De Isten azt mondta, hogy ne arra nézz! Ne azon gondolkozz, hogy milyen sokan vannak, hogy milyen sokan nem szeretnek, milyen sokan meglopnak, milyen sokan durvák, hanem Istenre néz, aki téged szeret, és harcol, és változást hoz az életedbe. És akkor Gedeon az élen volt, az ő kezében is mi volt? Kürt, korsó, amiben volt a fáklya. Hát egyszer csak elrendelte Gedeon a harci riadót, hogy az Úrért és Gedeonnal a harcba induljunk. Megfújták a kürtöt, és egyszer csak odavágta mindenki a földhöz a kőre. Az üres korsót azok összetörtek, óriási nagy zaj lett, amikor a midianiták ezt meglátták, a tüzet, ezt az erős, félelmes hangokat, akkor megijedtek. Hú-hú. Kiugrottak, pizsamába voltak, kiugrottak a sátorból, és hát szaladni kezdtek, szaladtak hazafelé. Velük voltak a kutyák, azok is szaladtak, mindenki rohant, óriási por volt, a lovak is, mindenki szaladt, szaladt, és eltűnt, és a harcvező teljesen üres lett. A midianiták elmenekültek. Így győzte le Isten a midianitákat. Ugye? Gyerekek, ebből sokat tanulhatunk, hogy Gedeon nem ütött vissza, nem fegyverrel ment, nem bántotta azokat, akik őket bántották és fosztogatták, és milyen nagy lelkűek lehetünk, ha minket bántanak, hogy mi nem ütünk vissza, hanem megmaradunk a szeretetben. Hát Jézus Krisztus is ilyen volt, hogy a kereszten, amikor ott szenvedett, gúnyolták, leköpték, megvetették, ő pedig szeretettel nézett az emberekre, és imádkozott, és ő győzött, Jézus győzött. És ha mi hiszünk Jézus Krisztusban, mi is győzni fogunk. Hát így győzött Gedeon bácsi.